Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtartjuk most akkor mai online sajtótájékoztatónkat. A körülményekre való tekintettel hát így tudunk egymással legalább valamilyen módon szót váltani. Ma a munkahely védelem fontosságáról, elkerülhetetlenségéről és sürgősségéről szeretnék önökkel pár mondatot váltani. Hogy az írás mondja, Mindennek rendelt ideje van. Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. És akkor azt már én teszem hozzá, hogy persze ideje van a cselekvésnek is. Ez most a cselekvés ideje. A helyes cselekvésnek is teszem hozzá, helyes sorrendben. Világos, hogy a koronavírus járvány ezen szakaszában mi az a három legfontosabb tennivaló és milyen sorrendben. Járványügyi és egészségügyi intézkedéseket kellett és kell hoznunk, munkahelyvédelemről, keresetpótlásról, bérpótlásról kell intézkedni, és persze meg kell mentenünk a gazdaság lehető legnagyobb részét. Ahogy mondtam, én ma a munkahelyvédelemről fogok elsősorban beszélni, de előtte hadd tegyek egyetlen egy megjegyzés ami az egészségügyet illeti. Itt a feladatok világosak, még akkor is, hogyha továbbra is az a véleményem, hogy a kormány nagy késéssel kezdte el a felkészülést a járvány kezelésére, következmények elhárítására. Ma is hiányoznak a tömeges tesztek, miközben világos, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy elkülönítsük azokat, akik már megfertőzöttek azoktól, akik még nem. Nagyon világos, hogy a védőfelszereléseket a legszélesebb körben, elsősorban egészségben biztosítani kell, ebben továbbra is késlekedés van, és harmadsorban pedig a kórházi, a kórházi feltételek megteremtéséhez, a gyógyításhoz szükséges eszközök, berendezések biztosításához ennél gyorsabban és nagyobb erőfeszítést kell tenni. Reméljük, hogy a következő napokban ezek a gondok legalább részben megoldódnak. Na, akkor beszéljünk a Munkahelyvédelmi feladatokról. Igazából az első kérdés, hogy mi a csodának nem teszi a kormány ebben a dolgát? Ha jól nézem az Európai Unió statisztikáit, az egyes országokban megtett intézkedéseket, lassan mi vagyunk az utolsó ország, amely ebben még lényegében nem tett semmit. Mi az, ami ebben akadályozza a kormányt? Ráadásul, bár van vita erről, de valójában azoknak van igaz, akik azt mondták, hogy egészen kivételesen most az Európai Unió gyorsan döntött. Nagyon sok pénz és nagy mozgástér felszabadításával lényegében 2000 milliárd forint rendelkezésre állna mától, holnaptól arra, hogy a kormány segítse azokat, akik részben vagy egészben elveszítették a munkahelyüket. A kormány mégsem tett eddig ilyen lépést. Hogy miért nem tett, abban persze elsősorban csak találgatások vannak. Azért nem tesz semmit, mert tagadva, hogy ez a pénz rendelkezésre áll, továbbra is megy a korábban kitaposott úton, és unió ellenes kiszólásokat, kirolásokat akar tenni, mert ez élik bele a politikájába, vagy ami még rosszabb, ezt a pénzt arra tartogatja, hogy úgy költhesse el, ahogy korábban is elköltötte, saját érdekkörében, azért, hogy ők gazdagodhassanak, ők gyarapodhassanak. Szeretném hinni, hogy egyik sem igaz, és van a kormánynak racionális, érthető, elfogadható válasza, bár be kell valljam, ebben nem túl nagy a bizalmam. Önök persze feltetik a kérdést, hogy jó-jó, de mire elég 2000 milliárd forint? E, Igazuk van, mert egy átlagos választó nem számol milliárdokban, főleg nem ezer milliárdokban. Ezért aztán készítettünk önöknek gyors felszámolással egy nagyon egyszerű képet. Ha azt mondjuk, hogy egészen brutálisan sok embert fog érinteni állásának elveszítése, mondjuk, minden negyedik embert, ami már drámai lenne, ugye ez nagyjából egy millió embert jelentene Magyarországon, és ezeknek kell valamilyen segítséget nyújtani, akkor a 2000 milliárd forint arra elég, hogy egy millió embernek a kiesett jövedelmének 80%-át 6 hónapon keresztül fizessük. Ezek elég pontos számok egyébként, hiszen Magyarországon egy hónapban az összes nettó, tehát adózás utáni munkabér az 1500 milliárd forint. Nyugodtan számoljanak utána, hogyha ezt nem hiszik. Szóval megoldható lenne csak ebből a jövedelem és keresett ódlás. Szóval felszólítjuk a magyar kormányt, hogy minden olyan munkavállalónak, aki részben vagy egészben elveszítette állását, vagy fizetés nélküli szabadságra küldték, fizessék ki az elmaradt jövedelem 80 százalékát. Ilyen módon előzhető meg a tömeges, szociális, egzisztenciális katasztrófa, így lehet biztosítani, hogy családok nagy része túlélje mindazt, ami még javarészt azt hiszem, hogy előttünk áll. Pénz világos, hogy van. Egyelőre az akarat hiányzik. Ahogy kezdtem, ideje van a cselekvésnek. Mindennek rendelt ideje van, ahogy mondja az írás, hát akkor mondom én, mondjuk mi a demokratikus koalícióban a kormánynak, ideje van döntés hozni a kiesett jövedelmek pótlásáról.